kitart amellett az Európai Bizottság, hogy nem kötelező érvényű az ENSZ bevándorlási csomagja. Annak ellenére mondta ezt egy brüsszeli szóvivő, hogy a hétvégén az M1 birtokába került hivatalos dokumentumban az Európai Bizottság jogi szolgálata leírta, igenis van jogi hatása a decemberben megszavazott ENSZ dokumentumnak. Az uniós szóvivő azzal védekezett, hogy sokan írogatnak sokfélét az Európai Bizottság épületében. A kormány szerint látszik, hogy minden brüsszeli fiókban lapul egy bevándorláspárti terv. A bevándorlást alapvető emberi jognak kell tekinteni. Ez áll az ENSZ decemberben elfogadott migrációs csomagjában. A paktum leszögezi, hogy a migrációra az egész világon azonos szabályok kell, hogy vonatkozzanak. A csomagot az uniós országok harmada, köztük Magyarország sem volt hajlandó elfogadni. Habár akkor az ENSZ és Brüsszel is azzal védte a paktumot, hogy az nem lesz kötelező, most úgy tűnik mégiscsak bekerülhet az uniós jogba. Néhány napja az M1 birtokába jutott az Európai Bizottság jogi szolgálata által készített dokumentuma. Ebben azt vizsgálják, hogy melyek azok az uniós szerződések, amelyek alapján az összes tagállamban jogilag is érvényesíthetik az ENSZ migrációs paktumát. Ez talán az eddigi legsúlyosabb brüsszeli hazugságra világít rá migrációügyben. A külgazdasági és külügyminisztere dokumentum nyilvánosságra kerülése óta többször is hangsúlyozta, hogy Brüsszel hazudott a migrációs paktumot illetően. Brüsszelből folyamatosan azzal próbáltak altatni minket a csomag szavazása előtt, hogy nem kell itt nagyon tiltakozni ellene, nem kell ellene menni, nem kell kritizálni, mert hát az jogilag úgyse rendelkezik semmifajta kötőerővel, nem lesz kötelező annak a végrehajtása. Szijjártó Péter jelezte azt is, hogy a külügyek tanácsának következő ülésén kezdeményezi, hogy rendkívüli napi rendi pontban tárgyaljanak az Európai Bizottság jogi szolgálata által készített titkos dokumentumról. Is not legally binding. Az Európai Bizottság szóvivője a kiszivárgott dokumentum ellenére hétfőn is arról beszélt, hogy az ENSZ migrációs paktuma jogilag nem kötelező. This is a big house. Ez egy nagy ház, emberek írnak embereknek folyton. Tartózkodnék attól, hogy kategórikusan meghatározzam ennek a műfaját, ami lehet feljegyzés vagy bármilyen dokumentum, ami kiszivárgott, amit sosem kommentálunk, és nem tekinthető a bizottság hivatalos álláspontjának, fogalmazott Margaritis Kénász. A bizottság mindig úgy tesz, mintha migrációs kérdésben egyetértés lenne az európai tagállamok között. A századvég elemzője Lánci Tamás az M1-en arról beszélt, a kiszivárgott dokumentum is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó belátni azt, hogy a tagállamok egy része elutasítja a migrációt. Nincs olyan fiók Brüsszelben, amiben ne lapulna egy bevándorlás támogató terv. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn az országgyűlésben azt hangsúlyozta, ez az eset bemutatja a brüsszeli lopakodó jogalkotást, azt, hogy stratégiai jogköröket akarnak elvenni a nemzetállamoktól. Számon nem kérhető bürokraták és átláthatatlanul működő politikai aktivista csoportok a fejünk fölött hoznak és hoznának döntéseket, kinyitnák Európa kapuit, mindezt a megkérdezésünk nélkül. Így néz ki a nyílt társadalom döntési eljárása, minden ez csak nem demokratikus. Dömötör Csaba emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány az elmúlt hetekben 7 olyan brüsszeli tervre hívta fel a figyelmet, amelyek erősítenék a bevándorlást Európába. Az ENSZ migrációs paktummal kapcsolatos állásfoglalás szerinte annyira súlyos, hogy akár a 8. pontnak is tekinthető.